röviden foglalja össze azt, hogy tud-e arról, hogy 2021. november 29-én a Tamasi úr egy olyan nyilatkozatot tett közzé az orvosok a tisztánlátásért oldalon, aminek az a videó címe, hogy hamarosan vége futni fognak. És amit ön erről a nyilatkozatról tud, annak a megtételek körülményeiről, hogy azt a férje hol készítette, milyen adatok, információk alapján, mikor készült ez a felvétel, hogy ez kinek szánta, tehát igazából ezek lennének a lényeges kérdések. Tessék mondani. Jó. Egy kicsit összeszedtem a gondolataimat, nem tudtam a konkrét kérdést, de szeretném elmondani, összefoglalni egy kicsit csoportba időben, mivel több videója és több nyilatkozata volt a páromnak, én nem feltétlenül tudom mondani a konkrét körülményeket, ezzel kapcsolatban nem feltétlenül tudok így hozzászólni, de azt tudom állítani, hogy minden egyes nyilatkozatát ő teljes szakmai és belső meggyőződéssel, szakmaisággal alátámasztva nyilatkozta. Azt tudom mondani, ugye, hogy itt most mint feleség is, meg mint munkatárs is vagyok jelen, és szeretnék nyilatkozatot tenni, mint feleség, olyan szempontból, hogy én egy csodálatos igazembernek ismerem, a mai napig is egy csodálatos férj, egy csodálatos édesapa, és mindig is az igazat kereste, és soha életemben nem találtam semmilyen olyan helyzetben őt, amivel ő bármilyen rémként terjesztett volna. És rengeteg szakvizsgája van, ugye, ami jogosítja is szerintem arra, ez az én véleményem, mint például, ugye nem csak természetgyógyász, ahogy ugye a médiában gyakran így ledegradálóan nyilatkoznak vele kapcsolatban, hanem belgyógyász, orvos, társadalomorvostan szakvizsgája van, népegészségtanorvos, ugye, hát tudjuk, hogy a népegészségtan orvosáshoz hozzá tartozik az is, hogy nyilatkozik akár egy pandémiával kapcsolatban. Tehát ez szakmai kötelessége is ugye, annak, akinek ilyen végzettsége van. Tehát kellő szakmai jogosultsággal rendelkezik egy pandémia vért, vagy valós felbukkanása esetén arra, hogy ő elmondhassa a szakmai véleményét. Én ezt gondolom, rengeteg munkaóra, a körülmények, igen, arról tudok olyat mondani, hogy rengeteg átvirasztott éjszaka és tanulmányokkal való foglalkozás van emögött. Tehát amit ő közzétett, rengeteget dolgozik rajta, külföldi szakmai anyagokat összegyűjtve, fáradtságos munkával, tehát nem egy évről kapott gondolati dolog, amit megosztott a videóiban, az általánosságban úgy gondolom, hogy elmondható. És hát ami ugye kérdéses is, hogy egy orvos szakmai kérdésben, legyen az, hogy most itt konkrétan orvos szakmai kérdésről beszélünk, hogy hogyan juthatunk el oda, ami engem személy szerint megdöbbent, hogy egy orvos szakmai kérdést kellene ugye a szakmán belül tovább boncolgatni és kutatni, és ehelyett egy olyan félelemkeltés és megkocoltatás folyik ő ellene, ezáltal én ellenem is, meg a családom ellen is, ami ebben a 2020-21-23-24-es évben, amikor ugye jogállamiságban élünk, elképzelhetetlennek tartottam egészen addig, amíg meg nem éltem azt, hogy készenléti rendőrök ébresztenek reggel, több vízben, több karácsony előtti napokon is, fegyveres
kísérettel ébreszthetem föl a gyerekeimet, és kell, hogy igazoltassam őket. Csupán azért, mert valaki másként már gondolkodni orvos szakmai szempontból, szakmán belül. És azok a kérdések, ugye hát most megismerték az ő prezentációját, nem is szeretnék én erre így kitérni, de hát ugye laikusként is elgondolkodható az, hogy a profitorientált gyógyszercégeknek miért nem érdekel akár kiadni az oltásoknak az összetételét, vagy hogy egyáltalán miért volt annyi tiltás és félelemkeltés ezen időszak alatt, ami ha ő rémhír terjesztő, akkor az összes körítés, a körülmény, ami ő ellene folyik, akkor az sokkal nagyobb honderejű szerintem. Tehát konkrétan én megkerestem nagy médiákat, média szolgáltatókat, az egyenlő tájékoztatás és az egyenlő esély alapján, hogyha már Tamási doktorral kapcsolatban különböző számára negatív lejáratú cikkek jelennek meg, akkor adjuk meg az esélyt az ő oldalának is, ugye az ő ismérveinek azért ismertetésére is, és egyetlen egy megkeresés sem kaptam, semmilyen visszahívást. Tehát ez is elgondolkodtató, hogy Tamási doktor, az én férjem, miért tenni kockára a családját, az ő hírnevét, a megélhetését, hogyha ezek légből kapott dolgok lennének, az ember ilyet nem vállal, de csak úgy. Csak hogyha van egy mögöttes tartalom. És erre ugye a válasz egyszerű, mert hivatásbeli elköteleződése, a szakmai orvosi etikai esküje, hogy minden helyzetben csak is a beteg érdekét, egészségét szolgálja, és ez egyszerűen nem ad más lehetőséget a számára. Nem tudom, hogy még szabad egy pár gondolatot elmondjak. Ugye tudjuk, hogy a gyógyszercégek profitorientált cégek, milliárdos profitokról beszélünk, és nagyon sok anyag megtalálható az interneten is, de máshol is. De konkrétan nekem csak az a példa jutott eszembe, illetve az az összegzés, amit olvastam, hogy 2000 és 2013 között 40 gyógyszer vontak ki a piacról súlyos vagy halálos mellékhatások miatt a nagy gyógyszerforgalmazó cégek. És ez vajon belefér ugye nekik takaróként használt mellékhatás indoklásba. Szóval elég érdekes párhuzamokat lehet felfedni ugye a gyógyszercégek működésében az egészség üzlet ördög áruhájába takarózva. És annyit szeretnék még mondani, hogy láttam egy nyilatkozatot Áder Jánostól 2011. 3. 8-án azt nyilatkozta, hogy súlyos dolog az emberek félelmével ráhatással visszaélni. Ez a videó fent van az interneten. A Covid alatt kérem gondoljunk bele, hogy mi volt. Csak a félelemről szólt, vagy egy tudattalan, vagy egy tudatos megfélemlítés az emberek felé. Ne érjünk el zárkóz, de magunk környékén kettesével, katonák, fegyverrel, mit lát a gyerek, mit lát az idős, mindenki meg volt félelmítve. Betegeket nem fogadták a kezelőorvosra, a klinikákon, kórházba, saját rendelőinkbe. Legszívesebben bekarmeráztam volna, hogy ki milyen panasszal, milyen súlyos tünetekkel érkezik az oltás utántól. Tehát egyértelmű számomra, hogy ilyen esetben ezeket a körülményeket mind ki kellett volna, vagy ki kellene vizsgálni, nem pedig megfélemlíteni azt, aki mondjuk szót mer emelni ezzel kapcsolatban. Tamási doktor annak idején, amikor egyetemista volt, letette egy esküt, a hipokratiszi esküt, és az ő mottoja az élete során, ez az alap, ebből idéznék egy kicsit,
Esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegnek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését, az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. És itt erre tenném ugye a hangsúlyt. Szóval, hál' Istennek ma már jóval bátrabban mernek nyilatkozni szakmai berkekben is, külföldön is, talán Magyarországon is azok, akik tapasztalták a COVID-oltással, meg ezzel az egész COVID-hisztériával kapcsolatos állásfoglalást és tevékenységet, mert aki küldetéstudatos, ugye azt nem lehet semmivel sem megfélemlíteni. Tehát az embernek az igazságérzete az ott belül, ott van a szívében. Ilyen emberekkel találkoztunk a történelem folyamán, nem kell messzire menni, Gandhi, vagy Semmelweis Ignác, ugye? Nagyon jó hasonlat, mert Semmelweis Ignác, ugye az 1840-es években hiába próbált egy szemléletváltást, sokan nem hittek ennek a magyar doktornak, ugyanis a mikroszkópos vizsgálatok ellenére sem tudták, mit is kellene keresniük, ami a fertőzéseket okozza. Felfedezéseit kétkedve fogadta a szakma. Tehát szakmán belül őt sem fogadták el. Hiába mondott bármilyen szakmai érvet, viszont érdekes, és érdemes ezen elgondolkodni, hogy jóval halála után 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a világ emlékezete program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyilázzal kapcsolatos felfedezéseit és dokumentumait. Koltai Lajosnak ugye jelenleg is folyik, illetve vetítik ezt a nagyszerű, nagy sikerű filmjét, az életrajzát feldolgozta a mozikban, és ennek kapcsán egy utolsó gondolatom lenne, hogy Semmelweisnek, Gandhinak miért kell meghalniuk ahhoz, hogy elismerjék az igazságaikat. Történelmi korok sajnos ismétlik magukat más köntösben ugyan. Aki nem áll be a sorba, azt kiirtják, meghurcolják. Én abban a korban születtem, amikor én ilyen dolgokat csak a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől hallottam. Nem gondoltam, hogy valaha nekünk is valamilyen szinten más köntösben át kell ezeket éljük. Nagyon bízom, hogy jelen esetben nem így lesz. És nagyon büszke vagyok rá. Így picit visszatették tudjuk tenni a valamelyik értelemes állapotban, akkor aztán néhány tárgyilagos kérdésem lenne. Hát, ha jól értettem, akkor ön munkatársa is a Tavasi úrnak, és azt a gyógyító tevékenységet, amit ő folytat, azt ön így munkatársaként, asszisztensként és ilyen munkakörben látja akkor el mellette, ezt jól értem? A két rendelőnek én vagyok a logisztikai vezetője, a végzettségemet tekintve a két egyetemi végzettség, egy természetes élet és gyógymódok szakértője végzettségem van, és van egy diplomás ápoló diplomám. Segítettem a Tamási úrnak ezeknek az adatoknak az összegyűjtésében, rögzítésében, ami akár a COVID-tal kapcsolatos volt, akár korábban más témakörből származó publikációk, cikkek. Amennyiben találtam ilyen cikket, ami hasznos lehetett, akkor azt átküldtem neki, igen, és ezt megosztottam vele. Oké, ilyen táblázatok elkészítése, vagy fordítói tevékenység ilyenben abban nem. Ha jól értettem a nyilatkozatából, akkor ön, mint a Tamási úr házastársa, azt tapasztalja vele együtt élve, hogy ő hittel, meggyőződéssel áll ki az általa valósnak gondolt állítások,
szakmai elvek és szakmai gondolatok mellett. Mindenképpen. És igen. Ezt kutató munka után tudományos cikkekkel és egyebekkel alátámasztva teszi meg. Így van. Önnek ebből az időszakból, tehát ez a leginkább a 2001 ősze, volt-e tudomása arról, hogy Magyarországon milyen rendkívüli szabályozás volt életben a veszélyhelyzettel kapcsolatban? Igen. Tetszett ismerni ezeket a szabályokat? Igen. Az orvosok a tisztánlátásért oldalon feltett videókat ön látta-e, ismerte-e, hogy azok tartalmában miről szólnak? Hát részben. Részben. Nem mindegyiket. Nem. Amikor a felvétel készült, akkor nem volt ott jelen, nem volt segítség. Van, amelyik felvétel segítkeztem, van, amelyiknél nem. Esetleg arról van-e bármilyen információja, hogy ha nem is konkrétan ezt a videót, de mondjuk így általánosságban véve milyen ennek az oldalnak a látogatottsága, hányan nézik, követik, kommentelnek a videóban látottakhoz? Én nem folytam, nem folyok bele ebbe a jó megfigyelésbe. Jó, ügyesség részéről van egy kérdés, védelem részéről van egy kérdés a tudomhoz. Azt szeretném megkérdezni, hogy felmerült-e akár ennek a videónak a készítése során, akár egy évesekben az, hogy jogszabály ellenes lenne a Tamasi doktornak a tevékenysége. Én bennem soha. Köszönöm. Tamasi úr, kérdés észrevételt a hallomására van-e? Nem, nincsen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjelenést, az igazolványát Kriszmandóban, de szüksége igazolást, hogy megjelent. Ne sikszer semmi helyet foglalni második sortól hátrafele, ahol önnek megfelelő. És akkor bizonyítási indítvány ügyészség részéről van-e, védelem részéről. Nem tartjuk. Igen, a szakértőkre és a tanulidézésre vonatkozó első előkészülésen benyújtott indítványra tetszik volna. Igen. Igen. Tamasi úr, önálló bizonyítási indítvány van-e? Nem, nincsen újabb, illetve tehát most tehetek még javaslatot valami plusz bizonyítással? Igen, de ugye, amit ügyvéd úrral egyeztetve benyújtottak az előkészítő ülésen, a tanúk idézésére, illetve szakértők kirendelésére vonatkozóan az itt rendelkezésre áll, és az a kérdés, hogy azon kívül van-e esetleg más, amit szeretne, hogy a bíróság tegyen a bizonyítás részévé, akár okirat, akár tanúra vonatkozó indítvány. Hát szívesen idéznék olyan tanúkat, akik, akik sérültek, akik megértették, hogy milyen kárt okozott nekik ez az egész eljárás. Jó, akkor esélyesen helyet foglalni. Ahogy ezt az előkészítés alkalmával is jeleztem, ugye itt a tényállás szempontjából a partalan bizonyításnak nincsen helye. Tehát itt nem ennek a kérdéskörnek az orvos szakmai megítélése az, ami ennek a bíróságnak a feladata, tehát bármilyen ítélet születik is, annak nem az a következtetése kell, hogy legyen, hogy ez a bíróság, ennek a bíróságnak ez a tanácsa. Abban foglal állást, hogy volt Covid-járvány, vagy nem volt Covid-járvány, vagy azok a kérdések, amikről egyébként az orvosok, tudósok, kutatók a mai napig vitatkoznak, ennek a bíróságnak abban a kérdésben kell állást foglalnia, ami a rémhírterjesztés törvényi tényállásában írt megfogalmazás, hogy ez azokkal a nyilatkozatokkal, amiket a vádlottunk elmondott ebben a videóban, azokkal kimerítette, avagy sem. Ebben a körben akkor viszont további bizonyításnak nincsen helye, és a mai tárgyalást akkor azzal fejezzük be, hogy adok új határnapot a következő időpontra, amikor, és most első gondolatom az, hogy perbeszédekre szánnám
megtartanám a következő alkalmat, és hogyha az úgy időben nem fér bele, akkor utolsó szójogán tett nyilatkozatra lenne még egy külön alkalom, és talán akkor ítéleti születik. Nem tudom, hogy ki mit tervez a felszólalásában, vagy mennyi időre van szükség, de azt gondolom, hogy időben beszorítani senkit nem szeretnék. Ugye az utolsó szójogán tett felszólalás meg pláne nem korlátozható semmilyen körülmények között, úgyhogy ez az én terv, és nyilván magamnak is szeretnék elegendő időt hagyni arra, hogy az ítéletet megindokoljam, hiszen az mindenkinek fontos és lényeges, hogy az olyan érvelésen és olyan tényeken alapuljon, ami adott esetben meggyőző akár egyik, akár másik irányban. De az elindulni. Ma tetszettek eltenni. Láttam egy ilyen zöld formátumban. Valami, ami elektronikusan nem volt benyújtatva. És megígértem, hogy az a igen, ez a mai előadásnak az anyaga. Nem, ez az összes előadásnak, amit kiretszettek nyomtatni. Amit Tamosi doktor kinyomtatta általuk, a zöld formátumban. Szuper. Jó, akkor ezt 12.30 a körvédő átadja a korábbi beadványával hivatkozott adatkordozót azzal, hogy ezen valamennyi a vádlott által a mai tárgyaláson benyújtott... Nem valamennyi, csak ez a vasnak. Jó, tehát hogy az, amit a mai tárgyaláson benyújtott, nyomtatott, befűzött nyilatkozatát tartalmazza azon a korajt, amit ki van nyomtatva. Jó, akkor ez azért lényeges, mert akkor ezt az ügyesség részére ilyen formában majd elektronikusban megküldjük, hogy ne a filmás volt változatot kelljen, és akkor mivel a kép- és hangfelvétele való rögzítést rendelt el a bíróság, ez a továbbiakban is irányadó lesz. Ez azt jelenti, hogy ebben a tárgyalóban fogunk találkozni. Május 9-én, elvileg május 9-én ez a tárgyalóterem a... a néptanácsomra van kiosztva, és akkor van lehetőség. Biztos? Jó az időpont? Bírónő kérem, van egy olyan tréning, amit fél év volt a hirdetünk, és akkor tartom. Biztos, hogy akkor van? Igen, de pillanat most nézem már. Semmi gond, van másik időpont. Csak biztosra a mennyében. Most csak egyenként tudom. Hát akkor május 21 lenne. Igen, május 8-tól van a bőtel. Igen. Akkor május 21. Köszönjük szépen. Május 21, 8 óra 30. És akkor a jegyzőkönyv, amit megfogom, kikérhető lesz, elektronikus adathordozóval, a különítést nem kapnak már a következő időpontra, hogyha gondolja, elkísérheti a férjét, de már a továbbiakban, mint tanú meghallgatást, nem szükség a jelenlétére, tehát nem kötelező lenni. Köszönöm a megjelenéseket, akkor már a befejezés.